4 képző művészeti tábort szerveztünk, míg a városok is bolyongtak egy darabig, tehát az is probléma volt, hogy melyik város legyen. Alomban standardként ott volt Berettyóújfalu, Kaba, Hajdúböszörmény és Nádorvar. És ehhez még jött egy-két település, de azok nem kerültek be. Tehát nagyon nagy eredmény, hogy mi itt tartunk, hiszen eredményes a évközi munka Nádorvaron, eredményes a munka Berettyóújfaluban, és eredményes itt Kabán is. Jelen voltak azok a rajztanárok, akik aktívan tanárok és képzőművészek a 4 településen, ez meg is látszott az eredményességen is, hogy picit húzták az egész csapatot mind a 4 helyen, akár a grafikában, akár a festésben, akár a passzelezésben, vagy a festésben, vagy éppen a linómetszés, vagy a részkarc, ami egy nagyon új keletű dolog alakult ki. Ez még egyébként a saját művésztelepenken sincs, de itt most nagyon szépen megvalósítottuk. Mindenkitől vettünk be, tulajdonképpen nincs, egyetlen egy ember van, akinek nincs itt a munkája, mert ő valahogy, ahogy vége volt az egésznek, hazavitt mindent. És azóta nem beszéltünk vele. Marika, a böszörményi összekötőnk sem találta meg a hölgyet, nem nincs meg a munkája, vagy nem tudjuk, hol van, majd idővel az egész. Ezért mindenki szerepel. Kaba méltó első helyszíne ennek a kiállításnak. Rendkívül sokszínűek, nem csak a témák, hanem maguk az alkotók is. Miről szól a vándor kiállítás? Nagyon fölkészültek Kaba, tehát a környezetükkel, a művészeti, a hagyományaik, a Kohárinak a emléke, a hagyományai, meg hagyatéka. A másik, amiről az elején is beszéltem, hogy tematikus volt egy kicsit, mert minden településnek a sajátját kellett hozni. Itt a meteorit, a tölgyek, máshol a nádorvári kerámia szólalt meg, Berettyóújfalun hirtelen akartam mondani a bivajok, Hajdúböszörményben meg a festőkvárosa, tehát ott régi nagy mestereknek a nyomdokain haladtunk például. Tehát ez volt a tematikának a lényege, hogy sokszínű legyen, és az végén összegződjön ez az anyag, és mutassuk be, hogy ez a telep mi volt a sajátja ennek, a másiknak, a harmadiknak és a negyediknek. Jól emlékszünk, hogy itt a kabai táborban milyen anyagok készültek. Rendkívül magas volt a színvonal, viszont abból 3 ember is kiemelkedő, kimagasodott abból a mondjuk úgy mezőnyből. Mitől voltak ők jobbak, mint a tábor többi tagja? A festőség, amiről úgy beszéltem, hogy ott jobban megoldotta a lehetőségeket, vagy a grafikai munkája nagyon szép volt, vagy éppen a pasztelje volt nagyon, vagy Károlynak az a gyönyörű szép akvarell, ami úgy összeállt minden tekintetben. Nem voltak benne elrajzolt részek, festői volt, sajátos volt, egyéni hangulata volt. Hát az mindig kirajzolik, azt ők maguk is látják, hogy ők egy picivel jobban dolgoztak, de itt az volt a lényeg, hogy emeljünk ki 3-at, 4-et, de én kiemeltem 5-6-ot, hogy mindenki szerepeljen, mert mindenkinek voltak csodálatos dolga, és az ne legyen az, hogy nincs itt a munka, és megsértődik, mert ő éppen nem szerepel, pedig ő is itt volt. Ez a kiállítás motiváció mindenkinek, gondolom én. Mindenképpen is az, hogy nem azért került be, mert kabai, hanem a munkája olyan színvonalú volt, vagy éppen Nádorvaron került be, vagy máshol. Többek között Nagy Károly művekkel is indult a vándor kiállítás Hajdú-Bihar megyében. 2 művét is kiállították, az egyik a bivajokról szól, amely a háttérben látható, és vele szemben pedig van egy napraforgó kompozíció. Mitől különlegesek ezek a darabok? Hát talán annyit tudnék mondani, hogy gyorsan kell dolgozni, akvarellel készültek, és mind a 2 képnek megvan a maga külön varázsa. Más helyen készültek, és maga a műtermi előkészületek is másképp zajlottak, mint egy hagyományos módon. Tulajdonképpen a gyorsaság, amit tudnék mondani erről a 2 képről, hogy nagyon lényeges dolog, hogy mivel egy gyorsan száradó festékről van szó, próbáljunk minél gyorsabban dolgozni is, és megragadni a látott illúziót és maga a látványt. Sokszor azt szokták mondani, hogy muszáj az embernek gyorsan dolgozni, de ez a gyorsaság nem megy rá minőségre? Vagy azért megvan az az egyensúly, amikor erre szükség van?
azt, hogy megy-e a minőségre, azt talán Istvántól lehetne megkérdezni, de eléggé meg volt elégedve a munkánkkal. Szeretjük ezt az aktivitást is, és maga a látvány visszaadását. Milyen témák állnak igazából önhöz közel? Ez a fő irányvonala? Ez mindig a helyzettől függ. Amikor elkezdődött ez a tábor, legelőször a műtermi dolgokra figyeltünk, és a műtermi képeket készítettük, maga a csendélet is erről tanúskodik. Utána mentünk ki a szabadba, templom, kert, templom, készítettem festményeket a kabai templomról, készültek képek, akvarelképek bent a műteremben, és kint a Hajdú-Bihar különböző helyén voltunk böszörményben is, azokon a helyeken, a külső területeken, és belső részeket, ilyen régi épületeknek a belső hangulatát visszatükröző festményeket is készítettünk. Mind a helyzettől függ, mindnek van egy varázsa, nagyon jó megragadni a pillanatot, és kell hozzá egy hangulat is természetesen. Ezt a hangulatot maga a közösség adta, és Istvánnak a nagyon jó segítő munkájának köszönhetjük, hogy milyen szépen tudtunk dolgozni. A művészek alkotás közben a gondokat, bajokat, a hétköznapokat, még azt mondom, hogy olykor az örömöket is elfelejtik. Csak és kizárólag az alkotásnak élnek olyankor. De milyen a kapcsolat az alkotók között, a művészek között? Mivel jó baráti légkör alakult ki, és a tanár részéről is egy nagyon nagy segítséget kaptunk, hogy úgy mondjam, családi légkörbe, családi hangulattal dolgoztunk. Semmi negatív, vagy semmi rosszat nem lehet mondani se a közösségre, se a hangulatunkra. Ki volt zárva a külvilág, és mindenki dolgozott, tette a maga módján. A festmények is, a képek is erről árulkodnak, hogy hál' Istennek mindenki tudott szépen dolgozni. Nem volt semmi baj, köszönöm. Miért érdemes eljönni a kiállításra? Hát a kiállításra egyrészt ismerkedünk egymással, megismerjük egymás munkáit, és ebből nagyon sokat lehet tanulni. Ez a tanulási folyamatnak egy része. Én örülök, hogy ennek részese lehettem.